Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az aktuális című adásunk, és nagy tisztelettel köszöntöm a vonal túlsó végén Halmelindát, klinikai szakpszichológust, az MCC vezetők kutatóját. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is! Több konkrét ügy miatt is kerestünk téged, főleg itt az olimpiának a, a tárgy körében szeretnélek kérdezni, de még mielőtt rátérnénk ezekre az ügyekre, amelyekről, hát láttuk itt az elmúlt napokban, hetekben, hogy felborzolták a kedélyeket, világszerte is jött a magyar közvéleményben is. Először hadd kérdezzelek meg arról, hogy egyébként neked mi a benyomásod magáról erről az egész olimpiai eseménysorozatról, mert bevallom őszintén, én egy picit úgy vártam is azt, hogy legyen az olimpia, mert hogy úgy gondoltam, hogy ez egy kicsit ilyen békésebb időszak lesz. Nyár közepe van, a sportolókról lesz majd szó, a sikerekről adott esetben, és ennek ellenére azt lehetek látni már igazából itt a megnyitó pillanatában, hogy a, a feszültségeknek az élezése sikerült inkább, mint hogy az a fajta konszenzus, hogy most mindenki figyelhet egy picit arra, hogy mi történik a sportolóival eddig az olimpiáról az első benyomásom, vagy, vagy asszociációm az mindig az volt, hogy tényleg valami várakozással teli, valami, ahol, ahol tényleg lehet sírni, egy kicsit az érzelmeket is megmozgatja, annak is, aki sportol, annak is, aki nem, annak, aki egyáltalán magyar érzelme, és akkor a sajátjainkért lehet szurkolni, de persze ugyanúgy lehet élvezni egy a hazánkat nem érintő sportágnak a kihívásait, és hogy ez pászhoz jön, ugye most már, mert a televízión keresztül, az online térben tudjuk követni az eseményeket, úgyhogy nekem is mindig ez egy ilyen nagyon várakozással teli és jó időszaka az életemnek, hogy igenis lehet szurkolni, meg lehet nézni a programot, szerencsére nyár van, úgyhogy jó esetben egy picit kevesebbet dolgozunk, a nem nullát, de hogy legalább át lehet szellemülni, és fel tudunk töltődni lelki erőforrásokkal. Ehhez képest egy, uh, talán mondhatom, hogy egy jó nagy arculcsapás, ami a párizsi olimpián történik. Kezdve a megnyitóval a kommunikáción át, és persze a sportolókat érintő uh, hát, én azt hiszem, hogy méltánytalan ez a legjobb uh, kifejezés rá, méltánytalan helyzetek miatt. Úgyhogy egy kicsit sértő is a számomra, többek között azért, mert a vallási hovatartozásomat egyértelműen sértette a megnyitó. Azt hiszem, hogy az, hogyha valaki polgárpukasztó szeretne lenni, azt is lehet ízlésesen, kritikusan megfogalmazni, megtenni, és nem is lenne vele semmi baj. Itt a probléma azzal van, hogy egyenesen ízléstelenségbe csapát az olimpiával kapcsolatos mindenféle kommunikáció is, és persze a megnyitóra is gondolok. És még csak a mennyitóról egy mondatot. Tehát itt a vallási hovatartozáson túl számomra egy picit olyan volt maga az egésznek a hangulata, vagy a hatása. Ennek a mennyitónak bár nem láttam, hanem inkább a képeket, amelyeket aztán később a közösségi média felkapott, azokat lehetett többet látni, ugye? Hogy nem csak úgymond a úgy mondok, kereszténységgel kapcsolatban fogalmazott meg kritikát, vagy igazából gúnyolta ki, tette nevetségesé bizonyos ö, fontos szimbólumait, hanem mintha a sportolókkal szemben is lett volna ebben egy tiszteletlenség, hiszen azért ezek a sportolók, illetve maga az egész látvány, amit mi ilyenkor szeretünk nézni, az valahol az esztétikáról is szól. A sportolókkal szemben én azt látom, hogy nem ők vannak az előtérben ezen az olimpián, hanem valahol a, a, a kifelé megmutatása annak, hogy nem is tudom, inkább ilyen politikainak érzem, vagy vagy ideológiával átitatottnak, akkor is lenyomjuk a világ torkán azt, amit mi gondolunk a világról. Akkor is, ha senki más nem gondolja így, vagy ha nagyon kevesen. És uh, egy olimpia pont nem erről kellene, hogy szóljon. Tehát én azt hiszem, hogy ez volt az a. Nehezen mondom ki, hogy tiszta verseny, de mégiscsak annak az eszme, eszmerendszernek az alapján kellene, hogy egy olimpia zajlódjon, még akkor is, hogyha nem lesz teljesen tiszta, és nem lehet betartatni, vagy a gyakorlatban nem lehet. Most itt a doping és is nagyon sok egyébre, ami, ami nyilvánvalóan nem a tisztaság jegyében történik de mégiscsak azért a, a világ legjelesebb sporteseményéről beszélünk, amit de ráadásul nem is évente, hanem négy évente rendeznek meg. És a franciák, én úgy látom, hogy, hogy teljesen elmentek abba az irányba, hogy ők inkább egy ilyen politikai, ideológiai egyveleget csinálnak, egy parádét igazából az olimpiából. Térjünk rá akkor azokra a konkrét eseményekre, amelyek valóban uralták itt az elmúlt héten, akár hetekben is a közbeszédet Magyarországon is egyébként. Nagyon, én nagyon sokára gondoltam úgy, hogy érdemes ehhez bármit is hozzátenni, de annak nagyon örülök, hogy veled lehet erről beszélni, mert ugye az ember csak kapkodta a fejét, hogy mi történik, és hogy hogy lehet egyáltalán ehhez a, ehhez a kérdéshez hozzányúlni. Most Gyula Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke beszélt arról, hogy arra számítottak, hogy Hámori Lucát egy támogató közeg fogja körülvenni ezen a bizonyos mérkőzésen, amikor Iván a heli fellen küzdött, és ők úgy jött, tapasztalták, hogy elképesztően nyomasztó, és ellenséges légkör fogadta yes. a sportolót. És igazából gondoltam, hogy lehet, hogy innen szeretnék indítani, mert mert nyilván a, a magyar társadalom, vagy a magyar nyilvánosság, én úgy láttam, hogy majdnem, hogy szinte egyként állt Luca mellé ebben a kérdésben, bár azért itt is voltak másféle hangok, de azok kisebbségben voltak. Nem tudom, hogy te Igen. hogy tapasztaltad. Viszont az, hogy mondjuk ott, helyszínen, vagy nemzetközi szinten ö, mi történt, vagy milyen visszajelzéseket kaptak, vagy milyen nyomás érte őket, arról kevesebbet beszéltünk. Mm. Abban biztos vagyok, hogy ez egy óriási nyomás volt a versenyzőnek, az edzőjének és az egész stábjának, Arról, abban is biztos vagyok, hogy a női box most nem örülhet annak, hogy ezzel került előtérben a világ sajtójában és egyáltalán, tehát, hogy messze messze megint nem a teljesítményről beszélünk, hanem ugye valami másról, most éppen a nemi. Identitásról, illetve a biológiai nemekről, ahelyett, hogy tényleg a sportnak a lényege lenne, vagy éppen a box, ami ami ugye az olimpián amatőr boxnak minősül, tehát hogy éppen, éppen azt tépázta meg. De egyébként nem véletlenül, és majd erre is kitérek, legalábbis szerintem. Biztos, hogy óriási nyomás volt tehát a, a magyar versenyzőn ennek ellenére én úgy láttam, hogy Luca legalábbis a nyilatkozataiból én azt láttam, hogy ő egy nagyon stabil valaki. Szerencsére felkeltődött benne a harci kedv, és az, hogy hát ő bárki ellen igazából kiáll. Tehát ő a teljesítményt helyezte a fókuszba, úgyhogy minden tiszteletem ezért a szuper nyilatkozatért, amit ott az előző, megelőző estén tett. Azért összességében egy megfélemlítési stratégia is volt szerintem a magyar versenyzővel szemben. Nem mondom azt, hogy ezt a másik fél csinálta, szerintem neki is ehhez nagyon kevés köze volt, de azért igenis ilyenkor megérkeznek azok a negatív hangok, akik nem feltétlenül azt támogatják, hogy egy sportoló tudjon koncentrálni a következő mérkőzésre, hogy a legjobbat tudja nyújtani, sőt a legjobbnál egy picit többet kell nyújtani egy olimpiai éremszerzéshez. Tehát ezt biztos, hogy Gátor azok a negatív hangok, akik megjelentek, és bár nem voltak többségben, ez való igaz, és én is így tapasztaltam, de sajnos amikor amikor ez a, ez a, ez a kisebbség, most már több tapasztalom, hogy beindul, bedurvul, akkor, akkor sokkal keményebb tud lenni bárkivel, aki nem úgy gondolja, mint ők. És éppen ezért lehetett nagyon zavaró is, és, és a koncentrációt befolyásolhatta a, a boxoló lányunk esetén a. Ő, hát ezek a negatív hangok. De azért azt is el kell mondani, én is magam is sokat gondolkodtam, mert nyilván véleményem van, és volt már az elmúlt hetekben arról, hogy a női box az hogyan fog alakulni. Én éppen ezért csak azután osztottam meg magát a véleményemet erről a kérdésről, amikor lement az ominózus mérkőzés. Máskor azért inkább ezt javaslom mind a két félnek. Célosztál rá, hogy szerinted nem véletlen, hogy éppen a boxnak a, táján, a női boxnak a táján alakult ki most ez a botrány, vagy robbant ki ez a botrány. Miért? Valóban úgy látom, hogy egy, egy kontaktsportban, egy, egy ilyen sportágban, ahol, ahol, tényleg fontos az izomerő, ott talán fokozottabban jelenhet meg az alapvető problémából fakadó, hát nehezen mondom ki, de hogy, hogy a csalás. És én, a, én ezt egy csalásnak látom, ami itt szajló. Én nem mondom azt, hogy a másik személy e, volt az konkrétan, és csak ő, aki ezt a, a csalást elkövette, de sajnos e, azt látjuk, hogy a NOB az, aki engedélyezte, aki ezt a menetelést e, végigasszisztálja, aki, aki támogatta, az igazából a női box ellen e, kampányol. És ennek az lesz a vége, hogy a női sportnak, és, és kezdve a női boxtól, de nyilván elmegyünk majd azokig a sportág, amelyek nem kontakt sportok, és nem számít ennyit a, az ütőerő, de ettől függetlenül még az is csalás lesz, de itt jelen pillanatban még életellenes is véleményem szerint az, hogy egy lényegesen nagyobb ütőerejű ellenféllel, Valójában egy megmagyarázhatatlan előnyhöz juttatja őt a, a NOB, vagy az, aki engedélyezte az indulást, és ezt követően igazából ugyanúgy ugyan, ugyanazt az érmet akasztják a, a nyakába, tehát ez fogja jelenteni a női box, vagy egyáltalán a női sportágaknak a végét, hogyha ezt nem állítjuk meg az ilyen folyamatokat. Gyula is volt a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, akit már az első kérdésemben is idéztem. Ő Azt is mondta egyébként többek között, hogy gyakorlatilag bántalmazott lett Imana Halifből itt a, a kommunikáció során. Erről mi a véleményed is, mit gondolsz? Mert ugye említetted azt, hogy Luca egy nagyon stabil személyiségnek tűnik, de hát előtte volt mondjuk egy olasz hölgy, akit úgy tűnt, hogy ez sokkal inkább megvisel. Mm ez az egész helyzet, tehát nyilván itt a személyiségtípusoktól is függ, hogy ki hogyan dolgozza ezt fel, de ezért mégis lehet az emberben egy olyan érzés, hogy igazságtalanul úgymond elbántak vele, és ráadásul még ő tűnik a bántalmazónak, hogyha ezt szóvá teszi. Biztos, hogy uh, Rómát szenvedett el a, az olasz hölgy, és én azt gondolom, hogy ez egyértelműen látható volt, hogy nem kizárólag lelkiekben, hanem fizikálisan, hiszen eltört az orra azért ezt, ezt is vegyük figyelembe, abban biztos vagyok, hogy láttunk már ilyet, tehát nekem mindig ilyen dejavű érzésem van mostanában, hiszen a kommunikáció és az LMBTQ propaganda mindig ugyanígy jár el. Ugyanaz történik, hogy áldozattá válik az, aki valójában provokál, aki valójában nem fel, aki nem úgy kommunikál, ahogy kellene, aki, nem tudom, valójában ő az, aki a többséggel szembe megy minden területen, és a jogok keresése közben még életeket veszélyeztet, vagy pesti épséget veszélyeztet, és persze lelki egyaránt, és még ők lesznek az áldozatok. És ezt, ezt éljük most már évek óta, és ebben a harcban folyamatosan ugyanez a kommunikációs stratégia, hogy legyen az az agresszor, legyen az kijelentve bántalmazónak, aki meri tenni a saját maga felé elkövetett igazságtalanságokat. És itt azért azt is hozzáteszem, hogy a női boxban nem csak igazságtalanságról beszélünk, tehát itt már nem csak jogokat, meg mindenféle egyebeket keresünk, hanem pontosan a lelki és a fizikai traumák is szerepet játszanak ezen az olimpián a női box esetében. Egy másik témát is hadd hozzak még ide. A Képmás magazinnak az oldalán olvastam, legalábbis én először erről, a, erről az eseményről. Megrontott egy kislányt, mégis lehet Olimpikon ez a címe a cikknek, és arról szól, hogy van egy olyan versenyző, aki hát egy ilyen bűncselekményt követett el, el is ítélték, most pedig, most pedig mégis versenyezhet az olimpián. És ezzel kapcsolatban is érdekelne a véleményed, mert hogy azért itt a sportolók általában a példaképeink is szoktak lenni, főleg mondjuk a fiatalabb korosztálynak abszolút adott sportágakban, nagyon tudnak rajongani ezekért az emberekért, és te hogyan látod ezt, hogy amikor egy olyan személy van, úgymond Ilyen tekintetben piedesztára emelve, aki nem minden tekintetben példakép. Ennek milyen hatásai lehetnek? Nyilvánvalóan negatívak a hatások. Tehát az, amikor az igaz és a nem igaz összemosódik, az, amikor nem tudjuk eldönteni valakiről, hogy most akkor kedveljük vagy nem kedveljük. És valahogyan, valahogyan összemosódó kategóriákat látok, és ezen az olimpián folyamatosan ezt érzem, és ezzel az ügyel kapcsolatban is. Egyébként én szélsőséges vagyok ebben a kérdésben, én azt mondanám, hogy az, aki bűncselekményt követett el valaha az életében, az nem indulhat az olimpián. Szerintem ez lenne a teljesen normális. Azt gondolom, hogy egy valamire való erkölcsi bizonyítványt minden olimpikannak fel kell tudnia mutatni. Azt is hiszem, hogyha valaki korábban doppingvédséget követett el, akkor a következőkben mi keresni valója van olimpián, vagy olyan világversenyen, ami, amit a nemzeti színeket húzza fel. Tehát ezek mind olyan dolgok, amiket gyökerénél el kell folytani. És nem nagyon, nem nagyon látom, vagy, vagy nem nagyon értem, azt a fajta gondolatot, hogy attól, hogy valaki hibázott az életében, de ez nem hiba, ez bűncselekmény, amiről most is szó beszélünk, és egyébként a dopingvédségek közül is számos az, tehát hogy, hogy hogy lehet az, hogy ezt követően még engedjük, sőt, még idealizáljuk, sőt, még megkapja a támogatásokat, megkapja az állami forrásokat, megkapja az olimpiai X helyezésért járó forrásokat. Tehát, hogy valójában támogatást kap, mind anyagi szinten, mind lelki szinten, és akkor, mintha ellene törölve az, hogy konkrétan bűncselekményt követett el. Én úgy látom, hogy a teljesítmény az egyáltalán nem írhatja felül az alapvető emberi értékeket. És itt több esetben ezt látom megvalósulni pedig a teljesítmény, ezt láttuk már egyébként filmrendezők esetében, lehet ott oszkádi, lehet ott bármi, ez nem mulasztja el annak a traumáját, akivel ő erőszakoskodott, akivel szexuális abúzust követett el. Ezek a traumák ott vannak, és egy életen át ott vannak. És akkor gyakorlatilag mérlegre próbáljuk tenni egyrésztről a teljesítményt, a tehetséget, másrésztről pedig ezeket az alapvető emberi értékeket, és szerintem ez nem jó, hogy ezek egyáltalán mérlegre kerülhetnek. Nem szabad. Fel, fel kell, feljebb kell tornázni az emberi értékeknek a pontosságát, és bizony a teljesítmény elé kell helyezni. Itt ugye Van der Veldéről van szó, holland strand röplabdásról, és ahogy a The Guardian írja, a holland közvéleményt különösebben nem rázta egyébként meg, hogy ez a sportoló részt vehet az olimpián. Ugye egy 12 éves kislánynak a megrontásával gyanúsítják, illetve hát nem csak gyanúsítás, hanem ez, ez a cselekmény meg, meg, is áll, tehát bizonyítást is nyert, és hát válaszokat várnak a naptól egyébként, mert nemzetközi felháborodás kísérte azért ezt az esetet, de az embernek az az érzése, akár ebben az esetben, akár itt az előző témánál a box a női jogvívással kapcsolatban, hogy ezeket a határokat próbálják tologatni mind akár ebben a gender, illetve most interszexuális vagy transzexuális, ugye ez a vita is kirobbant, nem tudom mennyire látod egyébként ennek értelmét, hogy erről, ennek az ügynek a kapcsán erről vitatkozzanak, illetve mind ebben a kérdésben, hogy most, mert láttam, hogy utána vita is van a holland társadalomban, hogy most egy 12 éves kislányjal, hogyha beleegyezik, lehet vagy nem lehet? Nem lehet. Hát itt egyértelmű, hogy nem lehet. Az is egyértelmű számomra, hogy nem, nem, nem a jó dolgokról vitázunk, ahogyan a felvetésed is szól. Tehát az, hogy interszexuális vagy trans nemű valaki, az igazából nem határozza meg azt, hogy a sportban hogyan kell szerepelnie, nem határozza meg a teljesítményt, ugye ilyen szempontból, legalábbis olyan értelemben, hogy ez egy nemi identitás kategória is. Az interszexualitás az egy kicsit más, mert ott a biológiai nem is érintett, de a transzeműség esetében pedig egyértelműen egy nemi identitás kategóriáról beszélünk, aminek már környezeti, Hatások is uralkodóak lehetnek a kialakulásában. Tehát az egyértelműen, és most bocsánat, egy kicsit nyersen fogok fogalmazni, de hogy engem egyáltalán nem érdekel, hogy egy olimpikon kivel fekszik ágyba, kivel szeretne ágyba feküdni, vagy tényleg kivel él, hogyan él otthon a négy fal között, hogyan élik ki a szexualitását, ez alapvetően nem érdekel, mindaddig, amíg ez nem nyilvános, amíg ez nem bűncselekmény, és nem érnek el mindaddig, amíg nem csalás a következménye. Tehát az, hogy egy interszexuális személy, aki bizonyítottan, legalábbis a Nemzetközi BOX Szövetség által kiadott közlemények alapján, Bizonyítottan XY kromoszómával rendelkezik, ehhez csatlakozik, itt nem az XY a lényeg egyébként, és megint csak erről megy a vita, hanem az a lényeg, hogy az XY kromoszómából fakad egy más csontozat, mint egy nő esetében, egy másik hormon, idegrendszer, érzelmi rendszer, és innentől fogva egy sokkal nagyobb ütőerő, egy teljesen más alkat, és egy más izomzat. Hogy ő férfi vagy sem, én ezt nem akarom kimondani, mert nem az én dolgom eldönteni. De egy dolgot viszont leszögezhetünk ez alapján, hogy nem nő. Aki pedig nem nő, az miért indulhat a nők között. Nekem erről ez a, ez a véleményem, és azt gondolom, hogy már a testoszteron vizsgálatok és itt korábbi eltiltásról is beszélhetünk. Ezen esetben, tehát megint csak visszakanyarodnék ahhoz, amit az előbb mondtam, ha valakit egyszer eltiltottak, akkor nem értem, hogy mit keres még az olimpián, mit keres még az élsportban vagy a versenysportban. Tehát itt számos probléma van, és a legnagyobb problémát valóban nem a fogalmi tisztázás kellene, hogy jelentse, de jelen pillanatban mégiscsak azt látjuk bármilyen, ennek az ügynek a kapcsán bármilyen következtetésre lehet jutni abból, hogy ez a, az a versenyző, Imen a Halif, meddig jut el ebben a versenyben. Most azt lehet látni, hogy döntős. Tehát, hogyha megnyeri ezt a versenyt, és ezt igazából úgymond elfogadják, vagy nem támadják meg, vagy nem is tudom, hogy igazából nem tudom, hogy sportjogilag, hogy lehet ebbe bármilyen lépést tenni. Annak milyen következményei lesznek? Tehát ez precedens teremt akkor is, hogyha volt felháborodás? Valóban én sem tudom, hogy ennek milyen következményei lesznek. Nagyon-nagyon ritkák azok az esetek, amikor olimpiai érmeket, akár aranyérmet vonnak vissza korábbi rossz vagy, vagy hibás döntések okán, esetleg később kiderült doppingvédség miatt. De azért ezek ritka esetek, lássuk be. Én nem is gondolom, hogy ez viszont fair play lenne azokkal, akik egyébként lejátszották ezeket a meccseket, nyertek, vagy veszítettek, kudarc érte őket, vagy éppen siker ezeket a meccseken. Tehát ezt sem tartom egy jó ötletnek, hogy visszavonni bizonyos érmeket. Mert közben azt látom, hogy az, aki interszexuális személy, már, hogyha tényleg az az illető, hogy hogyha interszexuális személy valóban biológiai adottságánál fogva ö, ő neki egy más jellegű kromoszómája van. Csak az az érdekes a számomra, hogy, hogy hogy nem merült fel benne, hogy akkor ezzel a kromoszómával a férfiak között induljon. Tehát érdekes módon ilyet nem nagyon látunk, sőt, nem látunk egyáltalán, hogy női, női kromoszómákkal akarna valaki indulni a férfiak között? Ez egy nagyon furcsa és érdekes történet ilyen szempontból, hogyha megvizsgáljuk, mert itt senki nem akarja őt eltiltani a sportról. Nagyon is legyen ilyen sportoló, csak mindenki ennyit sportolna, mint ez a személy, de nem értem, hogy miért ragaszkodik ahhoz, hogy a női kategóriában induljon, amikor a biológiai nemes szerint ő nem nő. Nem tudom, hogy mi lesz a sportjogi következménye nyilvánvalóan, hogy esetleg lehet-e kártérítésért folyamodnia azoknak, akik tehát hátrányba kerültek ezek a döntések miatt. Minden esetre azt remélem, hogy ha sokan emeljük fel a hangunkat ezen problémák miatt, akkor talán Los Angelesre változik a hozzáállás. És te most ezt látod egyébként a trend alapján, hogy többen emelnék fel a szavukat, vagy egyrészt itt a botrány ez a szó elhalkul, illetve amit itt a mobnak az elnöke is mondott, hogy inkább egyfajta nagyon hangos ellenreakció érkezik, amire meg sokan úgy mond, hát nem azt mondom, hogy megfutamodnak, ez rossz szó, de, de hogy elhalkulnak, mert hogy hú, tényleg, hát tehát bárkiből lehet gyorsan áldozatot csinálni, erre akarok célozni. Én tapasztaltam korábban éppen a gender vita alatt, és azóta is olyan fenyegetéseket, amiket szóval gondoltam, hogy velem szemben meg fognak történni egyszerűen azért, mert kimondtam, hogy az LMBTQ lét és a nem identitás az elsősorban nem biológiai kérdés, tehát nem elrendeltetett tényező, hanem nagyon sok benne a szocializáció és a környezet. Ennél most egy sokkal ö, több embert mozgató, ö, sportot szerető, nem is tudom, ö, a fair play híve embert látunk, akik, akik ott állnak, és, és elkezdik ö, már érzékelni. Úgymond a saját bőrükön, vagy a kedvencük, a sportolóiknak, a, a nemzetüknek a, a bőrén, hogy nem engedhető. Tovább az ilyen jellegű folyamat, megfelelő szabályozásra, előkészítő folyamatokra, egyeztetésekre van szükség, és ezt meg kell tennie mind a szakszövetségeknek, a nemzeteknek, és persze az Olimpiai Bizottságnak is, tehát a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, hiszen enélkül nem tudunk tovább lépni Los Angelesre. Tehát kérdéses számomra jelen pillanatban az is, hogy egyáltalán a női sportnak lesz-e még értelme négy év múlva, hogyha ilyen dolgok tudnak történni. Úgyhogy úgyhogy nehéz a kérdés, nem tudom, hogy mi lesz a jövő, de reményteli vagyok, és azt gondolom, hogyha sokan elmondjuk a véleményünket, akkor lehet változás ezekben a kérdésekben, és ehhez azért a nob egy nagyon fontos Önismeret és belátásra lenne szüksége. Még egy utolsó kérdést engedj meg itt, mondtam azt, hogy majdnem egyként álltunk ki, mint magyarok lutca mellett, persze nyilván voltak más hangok is, és akkor te pont mondtál valamit, hogy majdnem, vagy céloztál arra, hogy azért nem egészen így volt. A magyar társadalomban, egy, te hogyan látod ezt akár a közvéleményben, akik megnyilvánulnak, hogy mennyire tudunk mi mondjuk határozottan kiállni, például a női sporttal kapcsolatban? Ez személyes véleményem, de én nagyon kedvelem a nemzetemben, és, a, és tényleg a Kárpát-medence szerte a magyarokban, hogy nagyon tudunk szeretni, és olyankor azért nagyon összetudunk zárni. És ezt azért én tapasztaltam is, és, és tény is való, hogy a legtöbben, mert az jelen pillanatban még akkor is, hogyha a politikája, vagy a hétköznapi, eszperencere nem feltétlenül egy jobboldali vagy, vagy konzervatív kimének szereti hívni értékrendet van, még akkor is képesek voltak Luca mellé odaállni. De van egy nagyon hangos és nagyon kisebbség, akik szerintem politikailag aktívak, ők inkább ilyen hát propagandistáknak, nagyon sokszor fizetett kommunikátoroknak, lehet őket mondani, provokátorok. És ezek megjelennek az online térben is, és mézes csengő hangon hirdetik azt, hogy az említett boxoló egyértelműen nő, hiszen gyermekkora óta nőként vagy, vagy lányként nevelkedett, és ezt bizonyítani szeretnék egy fotóval, Uh, ami, amin, ugye fölbevalóval és megcsinált hajjal is kisminkelve szerepel, talán kisminkelve szerepel a női ruhában egy kislány uh, feltételezhetően az említett boxoló. Uh, én azt hiszem, hogy őket, tehát ez, ez, ezt a hangos kisebbséget, ezt uh, meg kell hallani, de azért kritikusan kell szemlélni és ebben vannak kétségeim, mert sokkal nagyobb a ráhatásuk, a manipulációs eszközeik, és hát sokszor egyébként a pénzük is, amiből propagandát folytatnak, mint ami a másik oldalon, vagy a normalitás oldalon meg tud jelenni. Nagyon szépen köszönöm a szakvéleményedet is, illetve a személyes véleményedet is, amit megosztottál velünk. Halmelinda volt a vendégünk, klinikai szakszichológus, az MCC vezető kutatója. Köszönöm szépen!